20 éves a Nyíregyházi Egyházmegye, ahogy jobban ismerik, a Debreceni Nyíregyházi Egyházmegye. Üdvözlöm Önöket, de tovább fogjuk ezt a témát boncolgatni egy kicsit máshogyan, mégpedig a kultúra oldaláról. Kedves vendégeimmel, sokkal pontosabban Kardos Györggyel és Polega Lászlóval alapítók, mégpedig a Képmás alapítói. Amikor az egyik kedves kollégám ajánlotta az együttest, jól mondom? Így van. A Képmást. Csak hogy nehogy. Képmás zenekart. Képmás zenekart, akkor én azon automatikusan egy katolikus sajtóorgánomra gondoltam, és akkor így intégetve helyre tett, hogy nem arról van szó, hanem ez egy teljesen más történet, és akkor hallgassam meg és nézzem meg. És akkor meglepődtem. Jé, van ilyen Magyarországon? Tehát van ilyen? Hát van. Hát ez hogy jött létre? Tehát azt látjuk, hogy 10 éve alakult, 10 év csendben, Nyíregyházán, vagy hol? Az igazság az, hogy ez nem volt az olyan csendes ez a 10 év, tehát inkább csak annyi, mi nem hogy róla. Inkább régiós szinten ment ez, és még mindig talán inkább ez a jellemző, hogy inkább a régiós szegmens. Nyilván ez egy fontos stratégia volt számunkra, meg is maradt mindez idáig is, és a következőben is megfog, hogy a lassú, de biztos építkezés ebben a dologban. Illetve hát az, hogyha a magunk házatáján nem tudjuk a dolgainkat uralni, illetve ott nem tudunk egy bázistábor kialakítani, akkor képtelenség olyan célkitűzéseket tenni, hogy ne adj Isten, akár a Nagy Budapestre is följön az ember, vagy akár országos dolgokba gondolkodjon az ember. Ugye, mert most kaptam jó pár magaslat, mert nem akarom az összeset lecsapni, de ha a zenekar oldaláról közelítjük meg a dolgot, persze lehet Debrecenből, Nyíregyházáról is nagyot alkotni, de hát az mégiscsak a Budapest központú ez a szakma. Tehát, hogy nem gondolkodtatok abban, hogy esetlegesen itt Budapesten mondjuk a 3. év után itt próbálkozni? Hát mi magunk az indulásunk, hogy Nyíregyházán dolgozunk, az egyházban dolgozunk, mind a ketten hitoktatók vagyunk, én magam ifjúsági referens, aztán kateketikai koordinátor. Maga a lehetőség volt adott egy új egyházmegyében, és az apropónk is itt a 20 év, meg az egyházmegyei programunk, amivel jöttünk, és egy többszeletű dolog. Úgyhogy szervesen illeszkedik a zenekarunknak azért egy jelentős tevékenység abba, amit csinálunk, a pasztorációs, az ifjúságpaszti és gyerekpasztorációs programjainkba. És tulajdonképpen az egy olyan kiindulópont, illetve egy olyan kimunkálásai lépcsőről lépcsőre az elmúlt 20 évben az egyházmegyénkben, hiszen részesei voltunk azoknak a megszületendő új programoknak, amik már hagyományá is váltak, kötődnek hozzánk is. Tehát akkor ez kézzelfogható volt, hogy akkor inkább Nyíregyházán. Hát igen, de hát több szállán fut a zenekari dolgunk is, hiszen ez egy, itt például ebben a programban egy gyerekkoncertünk van, gyerekanyagunkról is szó van, de más saját anyagunk is van, ami nem feltétlen gyerekanyag. Úgyhogy nem zártuk itt le a falakat Nyíregyházánál, semmi Debrecennél se, úgyhogy most is Budapesten vagyunk éppen. Mégpedig a Bónunknak a stúdiójában, és hogyha már itt beszélünk, akkor ez egy kicsit közelítsük már meg máshogyan ezt a kérdést. Tehát 20 év egy egyházmegye életében, hát ugye rövidke időszak. Aztán pedig 10 év egy zenekar életében sem olyan hosszú időszak. És hogyha kicsit a rendszerváltozás oldaláról nézzük meg mondjuk a hitoktatás kérdését, akkor nem olyan hosszú időszak. Tehát már, és akkor mehetünk szerre a területeken. Egyrészt, hogy ezt hogy lehet összeegyeztetni, ezt a 3 területet, én úgy gondolom, hogy nem olyan bonyolult, de hogyha kicsit elkezdjük kapargatni a témát, akkor nem is olyan egyszerű. Én azt gondolom, hogy ebben semmi olyan bonyolultság nincsen. Hogy akkor tényleg érthető legyen ez a dolog, és az előző kérdés tényleg lezárva, ugye ez valóban így van egyébként, hogy nyilván maga ez a szórakoztató ipar, vagy maga mint a zenei dolog, könnyűzenei dolgok, zenekarozás, egyébként persze, hogy teljesen világos, hogy Budapest az, ahol az ember egyébként, hogyha tényleg profit szempontból közelíti meg, profitorientáltság szempontjából közelíti meg, és a többi, hogy nyilván mindenképpen itt lehet azért érvényt szerezni a munkásságának, de azért ebben benne van az, amit a Kardos György elmondott, hogy mi elsősorban azért alapvetően tanárok vagyunk, akiknek van egy munkája, ami fontos a számukra, és mellette pedig nyilván végeznek egy olyan értékközvetítő munkát, mondjuk úgy, hogy akár a kultúrának képviselete is, mert mi zenekarként ugye akár most egy gyerekanyag van, de van, amikor ugye rendesen ugye nagy előadásaink, koncertjeink vannak, felnőtt koncertjeink vannak,
De dolgoztunk például már színházzal is, például meg kell említenünk ugye Nyíregyházán a Mandala Dal Színházat, akikkel volt kapcsolatunk, meg van is kapcsolatunk, és többször dolgoztunk együtt. Tehát elég sokrétű dolgot végzünk, picit mondhatnánk ezt is. Kiegészítik egymást. Hát igen, illetve az, hogy mint egyfajta régen mondták, hogy ez a népművelő vagy ilyesmi, de hát mi nem feltétlenül ezek vagyunk, csak hogy alapvetően van egy ilyen szelete a dolognak, hogy fontos az, hogy egy értéket közvetítünk, és ez egy több dologból tevődik össze. Tényleg egyszerű példával csak nekem nagyon kedves előadóm, meg szerzőm is a Presser Gábor, és akkor ő például, mit tudom én, színházban ugye zeneigazgató, mellette zeneszerző, de mellette ugye ő maga, mint Presser Gábor is jelentett meg lemezeket, és a többi. Tehát, hogy ez körülbelül valami ilyesmi akar lenni, vagy így is. Kicsit ilyen polihisztor. Hát igen, ugye sokrétű dolgot csinálunk, de ezt akár lehetne szintén, nekem megint csak egy kedves társaság igazából, ez a művész szempontból ugye ez a Brody féle kör, hogy gyerekdaloktól kezdve egyébként a Konzsuzsa lemezeken keresztül itt sorolhatnánk a Tolcsai műveket, a Lásd a rock operákat. Igen, tehát, de most akkor mégiscsak megkérdezem. Tehát akkor most zenészek vagy hittantanárok? Mindegyütt, ez így teljes. Ez így teljes a dolog. Én amikor a hitoktatást kezdtem, akkor azt láttam, hogy egy pásztorjátéknál, de bármilyen ugye az egyház megyében azért mondjuk el a nézőnek, nyakig érintett vagy a hittan oktatás kérdésében. Igen, hát területemen hitoktató is vagyok, Nyíregyházán koordinálom a hitoktatást, a mi plébániánkról 17 iskolába, 9 óvodába tartunk hittant, mint hitoktatók. És akkor tehát gyerekeink, fiataljaink vannak bőven, és ez egy nagyon jó terület ahhoz, hogy ez egy eszköz, pasztorális eszköz a zenekar? Egyébként igen, többek között így is mondhatnánk, hogy nyilván fontos szerepe van benne, mert ahogy Gyuri mondta, és bocs, hogy a szabadba vágok, hogy akár a családi napjainkon is nyilván a tábori szentmisében közreműködünk. Most ugye akár ebben az évben, hogy ugye megemlítsük, hit éve is van, és ezzel összekapcsolódik a mi 20 éves jubileumunk, meg a 10 éves együttműködésünknek a jubileuma, mert ez a mi 10 évünk, nem a zenekar, hanem a kettőnk együttműködés, hogy 2003-tól gyakorlatilag mi ketten együtt dolgozunk, hiszen már a képmás előtt is zenélgettünk. Akkoriban ezeket leginkább ilyen pasztorális dolgokba vettünk részt, imaórák, szentségimádások, szentmisék, és később, amikor megalapítottuk a képmást, akkor már ugye ezt kibővítettük azzal, hogy rendesen ugye fesztiválokon is játszik a zenekar, aztán színházzal dolgozunk együtt, aztán saját dalaink vannak. Mi motiválta, hogy mindenféleképpen meg kell alapítani egy ilyen képmás zenekart? 10 évvel ezelőtt. Az motiválta, hogy egyrészt nagyon jók voltak a visszajelzések akkoriban, amikor elkezdtük ezt az egészet, illetve utána később az ösztönösségből és a pozitív visszajelzésekből azért nyilván reális dolgokat is leszűrtünk. Azokat például, hogy akár tényleg ezt a tábori szentmisét is mondhatjuk, hogy mederbe tereltük. Tehát egy könnyebb így, ha zenekar tagjaként, zenekar alapítóként mondjuk hittan órát tartani, csak hogy kérdezem. Hát inkább az valószínű, hogy a hittan órának nem nincs vége azzal, hogy az adott iskolában, az adott órával. Hát ez valahogy jött. Gitárt ragadunk, vagy? Úgyhogy tulajdonképpen Laci is ahonnan jött, ő is, mint ifjúsági közösségből már része volt annak, hogy zenélt a plébánosával abban a közegben. Én ahogyan a hitoktatást kezdtem, annak rögtön része lett a templomban az, hogy azokkal a gyerekekkel valamit csináljunk, mint zene szempontból, és akkor ez valahogy lépésről lépésre. És akkor így érkezünk meg a mai időbe, amikor 20 évet ünnepel, 20 éves jubileumát ünnepli a Debreceni Nyíregyházi Egyházmegye, és akkor itt látom a plakátot a Hit TV-ben. Nem akarom azt mondani, talán az egyik legjobban megszervezett programsorozat Magyarországon a Hit TV-ben, mert szerintem más egyházmegyéből lehet, hogy megdobálnak kövekkel, de azt láttam, hogy ez egy valahogy így pasztorálisan jól összerakott gondolat. Hogy jött az ötlet? Hol tartotok? Hát itt kifejezetten a Hit évére, az Egyházmegye jubileum évére kerestünk olyan, a meglévő dolgaink mellett valami olyan dolgot, amit ebben az évben tudunk megvalósítani. Hittan versenyeink voltak az előző években, azok ilyen kétfordulós és ilyen egyéni versenyek voltak. És most, amit erre az évre, és túl vagyunk most a megvalósításon, az előző két szombaton zajlott le ez a dolog, és az megint így több szálon futott, vagy több szálon talált egymásra,
egyszer a zenekarunkkal a hitévére összeállítottunk egy olyan anyagot, amelyek a régi kedves dolgainkból, Sia Jenő feldolgozásainkból, és jött ez a csillagszámláló szám, amit a Tamuskovics Róbert írta a szövegét és Laci a zenét. Erre készült, és talán ez is inspirálta, hogy egy olyan hittanos napban gondolkoztunk, ahol sok gyerekkel tudunk, egy olyan komplex napot, ami élménydús nap, és akkor a hittan verseny az elég száraz erre. Játékos vetélkedő a hit évében, 4 helyszínes csapatverseny lett belőle, a csapatverseny azért, hogy akkor 10 fős csapatok, a 4 helyszín azért, hogy sok gyerek tudjon részt venni rajta, sokan tudjanak részt venni, tehát nem egy központi helyen. A zenekarunknak ez a csillagszámláló koncertje is egyik központi része lett ennek a napnak, és most itt november 9-én és november 16-án Debrecenben, Nyíregyházán, Kisvárdán, Mátészalkán 46 csapatban, egy közel 460 gyerek, kísérőkkel, hitoktatókkal, papokkal. Hogyan kell elképzelni egy hittan vetélkedőt? Tehát ez mit jelent? Tehát, hogy hány könyvből áll a Szentírás, vagy inkább hát megmozgatják volt a gyerekeket? Az elgondolásunkban a korosztály, és akkor az már rögtön az izgalmat ennek megadja, hogy harmadikostól 12-es korú gyerekek, fiatalok vehettek részt egy csapatban. Hát hogy a csapatban van 9 éves is, és 18 éves, az elég izgalmas. Igen, tehát így próbálom elképzelni. Úgyhogy az ötlet az nagy volt részünkről, de a megvalósítása akkor már kihívás jelentett. Játékos vetélkedő volt, 2 része volt a dolognak, hát 3 része a koncert mellett volt egyszer, ahol egy csapat leül egy asztalhoz, és olyan típusú feladatlapok voltak, ahol egy kicsi is, és egy nagy is megtalálja azt, ami neki való. És volt akkor ezek szerint rá kereslet? Igen, tehát abszolút. A másik része pedig akkor a napnak egy akadályverseny volt, ahol valamilyen nem csak tudásról volt szó, hanem úgy játékról, ügyességről. De hát itt, ha a csillagszámlálónál maradunk, akkor Ábrahám, mint a hit példaképe, Ábrahám hite, ugye a hit szó ott lép be először a Szentírásba, Ábrahám hite milyen példa számunkra. Ennek kapcsán volt olyan ügyességi feladat, ahol akkor a csapatból egy gyereknek a szemét bekötötték, és akkor a többiek irányítására lehetett megtalálni. És akkor ott valahol ott is egyfajta megtapasztalása van valaminek, játékos formában, de mégis élménydús is. Itt már mindegy, hogy valaki 9 éves vagy 18 éves, az élmény az nem csökkenti. Nem irigylem a hittan tanárokat. Főleg, tehát egyrészt, hogyha meg kell szervezni egy ilyen jubileumi alkalmat, kettő, tehát hogy egyáltalán olyan, a mai fiatalok számára olyan programsorozatokat állítsanak össze, amin keresztül el lehet juttatni a lényeget, a tartalmat. Szóval minden tiszteletem. De ha megérkezünk, és azt mondjuk, hogy ma beszélünk a hittantanároknak a munkájáról, több lett, kevesebb lett, most milyen helyzet az etika vagy a hittanoktatással, mondjuk konkrétan a Debreceni Nyíregyházi Egyház megyében? Hát tulajdonképpen a két szálon, hogyha így vesszük két szálon, hogy ahogyan futott eddig is a hittoktatás, hogy az önkormányzati, most már állami iskolákban a fakultatív hittan, az tulajdonképpen az egyház megyénkben is folyamatosan töretlenül működött a rendszerváltástól. Nagy változást akkor nem hozott? És az egyházi iskolákban pedig az órrendi hittan, nálunk Nyíregyházán 4 felekezet van jelen, 4 történelmi egyház, és minden 4 történelmi egyháznak az iskoláiban, gimnáziumban, általános iskolában, a hitoktatásban minden 4 felekezet van, minden 4 felekezetnek az iskolájában. Nagy számú gyerekünk van itt is, római katolikus. Itt most, hogy belépett valóban az órrendi hittan az erkölcstan bevezetésével jobb, az állami iskolákban. Jobb vagy rosszabb helyzetet teremtett egy hittanár életében? Hát jelent kihívást. Csak én azt gondolom, hogy végre lépésről lépésre ez a dolog érik. Amilyen, ahogyan új hittankönyv sorozataink születtek, hiszen az induláskor nem volt még gimnáziumra, ahogyan egymásra épül az anyag a 12 évre elrendezve. Azt gondolom, hogy annyi tapasztalat van, és lépésről lépésre annyi tapasztalat érik ezzel a Tehát ez egy folyamat. Ugye annak idején nagyon sokat panaszkodtak a katekéták, a hitoktatók, akik bejárhattak vagy bemehettek állami iskolába hittanórát, fakultatív hittanórát tartani, hogy még a fénymásolót sem használhatják. Tehát nem mehet be a tanáriba, meg stb. De sok ilyen történetet lehetett évekkel korábban hallani. Ma már ugye akkor ez
órarendbe illesztett kötelező erkölcs vagy hittanóráról beszélünk, az egyházmegyében, tehát itt kimondottan a Debreceni Nyíregyház egyházmegyében milyen tendencia érvényesült, tehát hogy több akik a hittanórát választották, vagy többen inkább az erkölcstant választották. Hát mint ahogy plébániákon is annyira más-más tud lenni egy plébániának a sajátos íze, a sajátos világa, az ottani helyzet, vagy egy-egy faluban, városban, településben, az iskolákban, itt a járóknak a száma, az aránya változhat, vagy egy-egy évfolyamon is tapasztaljuk, egy-egy évfolyamon változik az aránya, de a lényeg az, hogy jelen vagyunk az iskolákban, folyamatosan azért ott helyünk van. Bekapcsolódtak esetleg olyan gyerekek is, akik nem jártak eddig itt arra, mert nem kellett, hogy válasszanak, és akkor nem jöttek a fakultatívra, tehát több itt tanúsunk van az iskolákban. Nyíregyházán sajátosság az, hogy minden négy történelmi egyház mondjuk hasonló mértékben van jelen, tehát nem csak egy felekezet vagy kettő van. Van gyerekünk. Változó az iskolákban, vagy az évfolyamokon, de igazából mindegyik iskolában stabilan. Nekünk 13 önkormányzati állami iskola van, és 4 egyháziskola, 13 állami iskolában, ahova a plébániánkról megyünk ittan tartani. Mindenütt van hittanosunk elsőben. Tehát akkor van mire építeni mondjuk egy ilyen konkrét hittanversenyt. Ez folyamatosan meg van szervezve évente, vagy ez most csak a kimondottan a jubileumra lett megszervezve? Ahogy említette Gyuri, mindig is voltak hittanversenyeink, ezért gondoltuk azt, hogy mivel jubileum van, miközben egy elég kerek jubileum, 20 éves az egyházmegye, a püspökkor 20 éve püspök értelemszerűen, illetve 50 éve pap, hitéve van, akkor viszont ne egy ilyen fekete-fehér ünneplébe felöltözünk, eljövünk és a lexikális tudásunkat megmutatjuk, típusú történetet írjunk össze, hanem akkor tényleg csináljunk egy olyan dolgot, hogy minél több mindenkit vonjunk be. A gyerekeken kívül is, akár a hitoktatók is vegyenek részt, hiszen maga az anyagnak az összeállítása is, amit fontos megemlíteni, maguk a hitoktatók, az egyházmegyének a hitoktatói dobták össze, csináltunk egy ötletládát, és abban mindenki beledobta, ugye a továbbképzéseink vannak negyed évente, és meg volt adva az egy továbbképzésen, hogy ekkora hozni kell ezeket az ötleteket, abba beledobálta, aki gondolta, és azokból az ötletekből, amelyeket lehetett használni, azokból alakítottuk ki gyakorlatilag a hittanversenynek azt a formáját, illetve anyagát, amelyet ugye itt ez a lexikális tudásra hoz kapcsolódott, amit mondott, itt már a Gyuri is említett, hogy le kellett ülni, és akkor meg kellett írniuk, az első forduló, az így nézett ki, ugye az első fele a versenynek, illetve maguk a helyszínek is, tehát Nyíregyháza, Debrecen, Kisváda, Mátészalka, régiós szempontban is és elhelyezkedésben is annyira másak a jogszokások, a hagyományok, de ez mindenben. Tehát ez igazából itt elkezdődhetne a dolog attól, hogy a liturgikus élettől kezdve a közösségi életekig, formákig, stb. És pont azért gondoltuk azt, hogy mivel 20 éves az egyházmegyénk, akkor tényleg valahogy mutassuk meg ennek a sokszínűségét, ennek az elmúlt 20 évnek és ennek az egyházmegyének, illetve Gyuri már nagyon okosan is ügyesen fölvezette, ezt a sokszínűséget gyakorlatilag, amit a 20 éve fölhalmozódott, illetve folyamatosan kialakult, akkor azt így elővezessük és megmutassuk. Tehát ennek azért volt egy ilyen üzenete, vagy van egy ilyen üzenete, hogy mint közösség, hogy együtt ünnepeljük meg ezt a kerek évfordult, ezt a kerek jubileumot, ami egyébként nem egy egyszerű, ahogy említetted is, tehát ez egy abszolút nem egyszerű helyzet, de azt gondolom, hogy jól sikerült és jól zártuk ezt a dolgot, mert eleve maga a fogadtatás is nagyon jó volt, nagyon pozitívan fogadták a kollégák, maguk a gyerekek nagyon pozitívan fogadták a dolgot, és így azt gondolom, hogy a teljes igény nélkül abszolút pozitívan könyvelhetjük el ezt a két fordulót, illetve ezt a négy helyszínnek a... Mondjuk azért hozzáteszem, tehát nem akartam belét folytani a szót, de ez egy jó húzás volt, hogy a kollégáknak az ötlete is meg volt kérdés, be volt vonva, gondolom akkor a szervezésbe. Mindig, amikor így távolról nézek ilyen kezdeményezéseket, akkor azt látom, hogy elindul egy jó ötlet, aztán mindenki csatlakozik hozzá, de amikor meg kell valósítani, akkor általában az illetők ott maradnak egyedül. Igen, de akkor ilyen szempontból ez ténylegesen... Az volt nekem külön szimpatikus volt egyébként a dolog, pontosan amiatt, mert alapvetően tényleg abból indult ki a mindenféle túlzás nélkül és nagyzolás nélkül az egész, hogy a Robi
írt egy nagyon jó szöveget. Ez volt a Csillagszámláló. És megszületett ez a szöveg. És akkor gondolkodtunk ezzel, hogy mit csináljunk ezzel a szöveggel. Mert nem klappol a mostani lemezfelvételeinkhez, nem klappol a koncertjeinkhez, mit kellene ezzel kezdenünk. És akkor azt kellene kezdenünk, hogy nyilván egy koncertet húzzunk föl köré. De ez a koncert önmagában kevés, tehát az, hogy mi most itt ezt bárhova ezzel úgymond leálljunk házalni, vagy kopogtatni, hogy van egy ilyen anyagunk, és akkor jut teszünk be az a dolog, hogy nyilván számtalan jubileum van, amit már itt felsoroltunk, egyházmegye, a püspök úr, mi ketten 10 éve együtt dolgozunk, és akkor éppen ebből jött ez a gondolat, hogy akkor csináljunk egy ilyet, és pontosan azért, mert mondom, igény is volt rá erre a dologra, hiszen mivel, hogy mi járjuk a régiót, koncertezünk elég aktívan, azért a tapasztalatok mindig azt mutatták, akikkel kommunikáltunk, vagy amilyen helyeken játszottunk, hogy lenne igény arra, hogy egy nagyobb szabású, egy úgymond sok mindenkit megmozgató közös munkálkodásra. És akkor így ezt az ötletet bedobta az ember, és nagyon jó volt látni azt, hogy örömmel fogadták a kollégák, abszolút a mókévá tudták tenni, abszolút kreatívan, tartalmasan tudták ezt megszervezni, és nagyon komoly mondhatnám azt, hogy profi régi zenész barátom szoktam mondani, hogy országos színvonalat képviselve vitték végig ezt a dolgot, és azért is gondoltuk, hogy akkor nyilván ennek a sajtó körítését, és akkor úgy próbáljuk meg szétteríteni, hogy akkor nyilván több helyen is megjelenjen ez a dolog. Ez nagyon fontos. Csak így a sajtóhoz kapcsolódva, hogy tehát a helyi közösségek felismerik azt, tehát, hogy ami ott helyszínen történik, az eljuttassák úgymond számunkra, mert mi is szűkös keretek között mozgunk, meg minden egyéb problémák vannak, és hát ilyenkor nem mindig értesülünk arról, hogy mi történt az adott közösségben, noha ugye mi is igyekszünk dolgozni azon, hogy minden egyes településen legyenek média missziós szolgálatosok, de hát nem minden működik úgy, ahogy mi szeretnénk. No, de térjünk át a Csillagszámláról, mert ugye nagyon sokat beszéltünk róla, és itt azért azt látni kell, hogy oké, tehát hittantanárokként, de a képmás zenekarnak azért egy nagyon komoly múltja, egyrészt az a 10 év, de hát azért van bőséggel produktuma is. Tehát van nagy lemez, most ha jól tudom, akkor kijöztök megint, nagy lemezzel? Hát, hogy ez lesz az első nagy lemez igazából. Tehát gyakorlatilag évek óta mindig csak fölvezetjük, hogy készülőben. Most is pont mielőtt ide bejöttünk, akkor pont a stúdióba telefonáltam, hogy állnak a készületek, mert egy gitárosunk, vagy vendégművészünk az most gitározott fel egy nagyon komoly kis szólót az egyik dalunkhoz. Igazából jövőre már tényleg el fog ez készülni, csak egyrészt jó munkához idő kell. Hát egyrészt nyilván megvan az a megvolt az a rész, az elsődleges akadálya eddig az volt azért, hogy nyilván ennek kellenek megfelelő feltételek. Meg kell találni hozzá azt a szakembert, akivel szívesen együtt tud dolgozni az ember. Ugye ez volt a Tamasko és Robi, mint szövegíró. Aztán utána később meg kell találni azt a szakembert, akibe maximálisan megbízik, és akár mint most is, hogy egyedül hagyhatja a zenésszel, ez a stúdióban lévő barátunk, társunk, szerzőtársunk és zenei rendezőnk, a Kostyál András, aki hangmérnöke, zenei rendezője és szerzője ennek a nagylemeznek. Akkor ott gyakorlatilag, amikor vele összetalálkoztunk, akkor mit tudom, 2-3 hónap csak azzal mondta, hogy nagyon komoly beszélgetések voltak. Elkezdtünk dolgozni, csak azért találkoztunk, hogy beszélgessünk. Igen, összehangoljuk a dolgainkat, és aztán a másik fontos feltétele pedig az, hogy a megfelelő támogatókat megtaláljuk ehhez, mert hát nyilván ezeknek költsége van. Azt gondolom, hogy abszolút jól állunk ebben a dologban, hiszen nem csak itt a lemez kapcsán, hanem maga itt egyébként a verseny kapcsán is, és itt akkor lehetőségünk is van rá, hogy megköszönjük azoknak a partnereinknek, illetve mondjuk úgy, hogy mecénásainak, akik segítették azt, hogy ez a produkció végbe mehessen itt ezen a 4 helyszínen, hiszen itt is volt, aki támogatta ezt a produkciót. Több éve dolgozunk már azon, hogy nyilván egy úgymond egy ilyen szponzorációs hálót kifeszítsünk, ki dolgozzunk, ami a produkciónak a létrejöttét segítse. Hiszen hát azért ezeknek nagyon komoly költségvetési mutatói vannak. Nem a hittan tanár fizetésből próbálják meg fönntartani a zenekart. A képmás zenekar most akkor egy területi zenekar, vagy magyarországi könnyűzenei katolikus zenekar? Na, ezt most hogyan kell elhelyeznünk nekünk?
Én szerintem azt gondolom, hogy a képmászenekar ez egy zenekar. Tehát ugye mindig van ez, amit szoktunk mondani, hogy... De azért nagyon be vagyunk itt, idézőre skatujázva. Hát én nem tudom, hál' Istennek mondjuk a régiónkban az úgy azt gondolom, hogy ez eddig sose volt probléma, tehát nem volt ez probléma, hogy mi éppen föllépünk egy tokai fesztiválon, vagy játszunk, mit tudom én, egy Paulai Ede színházban, vagy a Dal színházban, vagy egy templomban, vagy egy Mária Pulcsi bazilikán, vagy egy Szentségimádáson. Eleinte zavaros volt, de aztán mindenki a helyén rakta a dolgot. A zenekarunkban ugye az egy olyan nehezebb dolog, ami még plusz nehezíti a kört, hogy egyrészt ugye a plakátokon hárman vagyunk, a basszusgitárosunk a állandó társunk még ebben a dologban, és hogy ez miért van így, ez azért van így, mert hogy gyakorlatilag azért minden komolyabb zenei formáció, főleg a szólistáknál jellemző ez, hogy úgymond session zenészekkel működik, azokkal veszik magukat körül. Tehát világos, hogy egy dolog, egy ötlet, ahogy említetted is, csak úgy nyerheti el a célját csak és teljességét, hogyha az a megfelelő emberekre van bízva, hozzáértő profi emberekre. És a mi zenészeink, akikkel dolgozunk, nem csak ebben a produkcióban, hanem a stúdiótól kezdve számos más formációban, és produkcióban, azok javarészt gyakorlatilag 100%-ban ebből élnek. Zenészek, ez a hivatásuk, vagy zenetanárok, vagy pedig egy-egybe zenélnek, muzsikálnak, és ez a foglalkozásuk. És ezek a session zenészekkel dolgozunk együtt, és ők ugye közreműködnek ezekben a produkcióban, sőt emelik ezeknek a produkcióknak a fényét, nekünk ez megtisztelő, hogy ők velünk játszanak. Tehát a zenekarunkat például ezt alapvetően így kell értelmezni, hogy szentségimádás és szentmise van, akkor az oda illeszkedő klasszikus gitáros zenészünket fogjuk megkérni, fölkérni és elhívni, de nyilván, hogyha éppen egy fesztiválon játszunk, akkor az ahhoz klappoló gitáros fog velünk közre működni. Ezért is van az, hogy azért forognak az emberek elég rendesen körülöttünk, hiszen számtalan produkciónk van. Az idén is van például irodalmi műsorunk is, és abban meg zongoristánk van, aki velünk van, de abban van velünk. Ennyi területen jelen lenni egyszerre? Hát elég nehéz ez a dolog, olyan szempontból, hogy mi is a munka mellett csináljuk ezt a dolgot, tehát ezért azért nem unatkozunk, mondjuk így. De hát közben igazából meg az lenne ahhoz, ahogyan ezt felvetetted ezt a dolgot, hogy hol, hogyan, tehát mi nem akarjuk szétválasztani, kezdettől nem akarjuk szétválasztani az egyházi, meg a világi oldalát a dolognak. Tehát, hogyan Laci mondta, ugyanazt játszunk esetleg, ha koncertünk van, vagy anyagunk van egy templomban, mint akár egy borfesztiválon. És lehet, hogy ez egy borfesztiválon, akkor elsőnek nagyon vallásosnak tűnik valakinek, egy templomban meg ez esetleg nem érti azok mögött, a szavak mögött, hogy mégis valami nagyon nagy Isten dologról van itt szó, nem valami egyszerű szerelemről, földi dolgokról, de azt gondolom, hogy ezt a két világot mi nem akarjuk külön választani, és akkor így mégiscsak csak egy mederben folyik ez a dolog, tehát nem tudunk itt szétni. Igen, tehát egyrészt azért arról is szó van, hogy nyilván, mint minden keresztény ember, kijön vasárnap a templomból, akkor nyilván nem 360 fokot fordul vele a világ, és egészen más, hogy viselkedné délután, illetve hétfőn. Tehát, és ezt igyekezzük igazából megtartani a személyünket tekintve is. Tehát, és ismételten nem túlzásokba esve és kifacsarva ezeket a dolgokat, vagy megszentségtelenítve ezeket a dolgokat, de hogy ahogyan itt viselkedünk, vagy ahogyan úgy viselkedünk a köznapi életben is, tehát hogy nem, nincs igazából semmilyen ilyen túl fokozott hangulat, vagy ilyen nem is tudom, tehát hogy ilyen fellegekbe járó típusú történet, tehát egyszerű emberek vagyunk, szeretjük, amit csinálunk, és igazából... Azért nagyon jó hallgatni titeket, tehát hozzátok azt a normalitást, amit mondjuk tényleg az emberek a hétköznapi életben hozzászoknak, és azért az elmúlt időben számtalanszor találkoztam olyan hitoktatókkal. Egyrészt, tehát, hogy ritka, nem olyan túl sok férfi hitoktató van, tehát vannak, de azért túlnyomó többségben a hölgyek választják ezt a feladatot. És sokszor azon gondolkodom el, hogy miért gondolja az adott illető hölgy, most konkrétan, vagy az a hitoktat, maradjunk abban, hogy elfogadja a fiatal azt, amit ő mond, hogyha valahogy nem tudja a saját maga életére ezt alkalmazni, és így hallgat a titeket, tehát kicsi zenekar, kicsi vetélkedő, de a lényeg, hogy lendület és normalitás, és már is emészhető és érdekes. Tehát jó hallgatni benneteket, és azt hiszem, hogy ha valaki
hallgatja vagy nézi a felvételeiteket, akkor valahogy ez jön át. Hát ha ez átjön, akkor annak nagyon örülünk, mert nyilván ennek van egy ilyen célja. És nézd, azt gondolom, hogy a mondod, de azt jelenti, hogy nagyon kedves barátaim, meg nagyon sok együttműködésünk volt, és reméljük lesz is velük. Ők rengeteg nagyon komoly vendégművésszel dolgoztak, dolgoznak, mai napig is nagyon komoly nyári produkciókat csinálnak. És a Bóris Gábor barátom mondta mindig ezt, aki az ügyvezető ennek a színháznak, hogy gyakorlatilag, tehát amit egyébként, ahogy normális esetben is hozná az ember, akkor azt úgy kell ebben a közökben is mozogni, viselkedni. Tehát, hogyha mit tudom én, volt, hogy a Kern Andrástól kezdve a Koltai Róbert volt náluk, ugye akár a miniszterelnök vagy miniszter félreléppel, tehát, hogy nyilván ott abban a büfében, abban a környezetben semmi túljátszás nem volt, hanem ugyanúgy együtt elszítek egy cigarettát, beszélgettek, stb. És ez teljesen igaz igazából, és illetve azt tapasztaltam én is, amikor így a színfalak mögé néha bemehettem hozzájuk, hogy ez valóban így működik, és talán ezek a úgymond tényleg ismert művészek is, vagy elismert művészek is jobban örülnek talán annak, az ember két normális mondatot intéz hozzájuk, mint hogy túl csicsáz lesz, és akkor művészem, és akkor... Igen, művész úr. És talán, hogy azért leszálljunk a földre ebben a dologban, hogy nem... Tehát, hogy valóban milyen mi is azért keresünk, és minőségi zenét szeretünk volna kezdettől, mint ahogy már Laci a mondalásokról beszélt, náluk is nagyon sok gyerek van folyamatosan, ők arra épülnek, hogy iskolások kapnak náluk lehetőséget, és mi is amellett, hogy egyszerre tényleg zenészekkel is dolgozunk, vagy belevonunk zenészeket, hogy próbálunk egy minőséget is, de nálunk is, hiszen ebben a produkcióban is, meg a produkciójunkban is, azokban, akik hittanosaink, nagyok, gyerekek. Meg kell említenünk a Jókai Mór Református Általános Iskola 5-6. Év folyamának a diákja. Akikben most kórusunk volt ebben a kórusunk volt, illetve projektben. Az iskolából Kulcsár Hannát, aki nagyon ügyes, tehetséges kislánykorához képest a nyíregyházi hangszintanodának a énekes növendéke. Tehát akkor van felhozatal, van utánpótlás, legalább ezen a területen akkor eredményes az utánpótlásunk. Hol lehet veletek találkozni mondjuk az elkövetkező időben? Gondolom itt kezdődik a karácsonyi előkészületek. Az év így van, karácsonyi előkészület, a Karos György pásztorjáték, adventi gyertyagyújtás. Róráté szentmiségen részvétel. Tehát akkor és most teljesen ebben a folyamatban vagyunk benne. Egyházmegyei szavalóverseny a következő. Most az egyházmegyének a honlapján keressenek rólatok információt, vagy saját honlapotokon? Hát látogassanak minket a www.kepmazenekar.hu-n, lájkoljanak a Facebookon és kövessenek a Twitteren. Köszönöm, ennél szebb végszót kérni sem lehetett volna. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet, ne feledjék, véleményüket elküldhetik nekünk a postacímünkre, vagy a közönségszolgálat@bonumtv.hu e-mail címünkre. Jövő héten természetesen várjuk ismételten önöket, viszontlátásra!